kortárs zene mozdulatok nyelvén debütál a Stúdió 5 zeneszerző csoport Táncjáték című estje. A kortárs zene és kortárs tánc találkozása Táncjáték címe mutatja be az öt fiatal zeneszerzőből álló társulat a Stúdió 5 legújabb tematikus koncertjét. A zenei program magyarországi ősbemutatójához a Harangozó Gyuladíjas Kulcsár Noémi táncművész készítette a koreográfiákat saját társulatával. Kortárs táncmozdulatok kortárs zeneművekre. A Stúdió 5 Táncjáték című koncertjén a zeneművek szerkezete és a táncművészet nonverbális eszköztára közötti kapcsolat kapta a főszerepet. A kortárs zene és a kortárs tánc kapcsolata az nagyon messze nyúlik vissza. A francia udvari balett és az opera kapcsolatától kezdve tulajdonképpen szerves egységet alkot, és ne feledkezzünk meg a 20. század elejéről, olyan produkcióról, például Párizsban, ahol Stravinsky és Gyagilev társulata dolgozott együtt, és fantasztikus darabokat hoztak létre. Mi ezt a sort kívánjuk folytatni. Jó lenne, hogyha... Noha a koreográfiák a már kész kamaraművek inspirálására jöttek létre, a Tellabor társulat táncosai szerkesztett improvizációkkal is dolgoztak. Van úgy, hogy azt kívánja meg a téma, hogy visszalassuljunk, de csak mozgásban, de emocionálisan ez ugyanúgy építkezik tovább, mint maga a zene, csak a feszültséget ezzel is tudjuk tovább fokozni. Tehát ezért van úgy, hogy a mozgás az ellenpontoz. A műsor során a Kortárs Zenei Társulat fiatal zeneszerzőinek művei csendülnek fel, amelyek magyarországi ősbemutatóként debütálnak a Zeneakadémia színpadán.